Jön a szöglet. Bojovic még mindig ott van, és egyenlít a Gyirmót a 36. percben. Kisebb kavarodás után Miuskó Bojovic góljával kiegyenlít a Gyirmót még az első félidőben. Nem nagyon volt benne a vendéggól a mérkőzésben, de előre jöttek. Mint szöglethez most a Gyirmóti védők, és ennek meglett. Rosszul jön ki a kapujából Banai.